Elsős köszönöm a Najmónak ezt a megtisztelő felkérést. Másfél évig tartottam, eddig a team vívódott ezzel, hogy elvállalja, ne vállalja el, és hát végül is az egész áttolódott egy ilyen nyári időszakra, amikor a két másik előadó nincsen itt. A szélkitűzés az eleve nehéz volt, két egymástól gyökeresen különböző komplex területnek a kapcsolatáról, mégpedig a tapasztalatszerűen gyümölcsöző kapcsolatáról kellett előadásokat komponálni. És hát nem csak a jelen helyzetet kellett részletezni, hanem a nyitott kérdéseket is megpróbáltuk megemlíteni. Három kollega, pontosabban két kollega, meg egy harmadik, Ferenczi György volt az, aki ebbe a nagyívű próbálkozásban részt vett. Az én saját előadásom az átfogó kép megfogalmazását próbálja átadni. Ezen belül, miután számítógépes képesítésem csak nekem van az előadók közül, az algoritmikus adatbázis kezelés és főképp a mesterséges intelligencia vonatkozásoknak a technikai részleteit is szeretném egy kicsit ismertetni. Úgy gondolom, hogy a hallgatóság az érdeklődik a hazai eredmények nemzetközi fogadtatásának az áttekintése iránt, és hát jó pár olyan, ma még periférikus, de a jövőben fontos területeket említek meg, mint az űrtechnológia, a nanotechnológia, és legfőképpen az, hogy az itt felsorolt kutatási eszközökből hogyan lesznek termelő eszközök, mégpedig a gyógyszergyártás gyökeresen megváltoztató termelő eszközök a közeljövőben. Dobán György előadás az információ robbanás szempontjából elemez jó néhány olyan területet, amely igazából számítástechnika nélkül nem jött volna létre, és a mesterséges intelligencia segítsége nélkül nem érte volna el ezt a nívót, amit produkált. Keserű György Miklós és a Ferenczi György pedig a mesterséges intelligencia mai alkalmazására fókuszált a gyógyszerkutatásban. Miért ezeket az előadásokat megfogalmaztunk volna, én vettem a fáradtságot és beszéltem néhány gyógyszerkutatóval is, és olyan korábbi programozói mesterséges intelligencia beli közösségi tagokkal, akik hát gyógyszerkutatásra nem kerültek kapcsolatba. Rájöttem, hogy bajok vannak a fogalmakkal és a szavakkal, amit ebbe az előadás sorozatba kell használni. Úgyhogy következő diában én néhány alapfogalmat mutatnék be, ami nélkül nehezen érthető a számítástechnikusok számára, hogy miről is szól ez az előadás, és hát a vegyész hallgató, vagy a gyógyszeres hallgatóság szempontjából előnyben vagyok, mert a mesterséges intelligencia annyira ismerté és népszerűvé vált, hogy az alapfogalmakat nem is kell tisztázni, hanem csak úgy a kategorizálást fogom részletezni. Gyógyszerkutatásban ami igazából gyógyít bennünket, az rendszerint egyféle anyag, ritkán keverék, az a gyógyszerhatóanyag. A továbbiakban csak hatóanyagként szerepel az összes prezentációban. Az, hogy ez a hatóanyag, ez mit csinál a szervezetben, és egyáltalán elérje azt a kívánt hatást, azt a hatásvizsgálat dönti el, és hát ez a hatásvizsgálat arról is dönt, hogy ez az anyag ez mennyire toxikus, és még számos egyéb mellékfeltételt kell bizonyítani a gyógyszer jelöltnek.
az, hogy végül is eljutott orvos kezébe a gyógyszer, az egy hosszú-hosszú, ma több mint 10 éves, 10-15 esztendős folyamatnak a vége. Erről Keserű Gyuri előadása fog részletesebben szólni. A többiek fogalom használata szempontjából lényeges az, hogy van egy preklinikai szakasz, lényegileg amikor a vizsgálatokat nem emberen végzik, és vannak a klinikai szakaszok, amikor embereket gyógyítanak meg a hatóanyaggal, még pedig a becsomagolt, formulázott hatóanyaggal. Ez a formuláció, ez is egy fontos fogalom. Számítás technikai kollégákkal beszélve, ők számunkra meglepő volt az, hogy mennyire empirikus jellegű a gyógyszerkutatás ma is. Az, hogy nincs egy átfogó modellunk a hatóanyag kémiai szerkezete és a klinikai hatása közötti exakt kapcsolatról, ezt ők határozottan a természet tisztességtelen fogásának tekintették, mert hát az általuk ismert villamosmérnöki, gépészmérnöki és egyéb exakt a tudományoknál ez a kapcsolat, ez létezik. Minden bizonnyal 200 év múlva talán itt is fog létezni, de egyelőre empirikus jellegű területűszel van dolgunk. A preklinikai szakaszban a hatóanyag szerkezetének és a legfontosabb laterális tulajdonságainak a megtervezése a legnagyobb feladat. Ez a megtervezés annyit jelent, hogy hát minél kisebb ráfordítással próbáljuk kitalálni azt, hogy hogy fog a molekula a klinikai vizsgálat során hatni, tudván azt, hogy annak a spontán valószínűsége, hogy ez ilyen véletlenszerűen választott anyagok esetén bekövetkezik, az egy a sok millióhoz, vagy sok százmillióhoz. A megszervezés az gyakorlatban és történetileg is annyit jelentett, hogy fölírtuk a vegyület képletét, és annak megpróbáltuk a hatását kitalálni, vagy éppen visszafelé, ez volt a fontosabb dolog, volt egy hatás, fájdalom, csillapítás, tessék megszállni ezt a képletet, ami ezt majd biztosítani fogja, és a képlet egy valós és előállítható stabil vegyületre vonatkozzon. A klinikai szakaszban hát nagyon bonyolult dolgok vannak. Ami a gyógyszertervezés szempontjából nagyon fontos, az a repurposing, az, amikor egy meglévő molekulát új hatásterületen alkalmazunk, és ezáltal azt a tizenvalahány esztendős kutatást, azt nagyon lerövidítjük néhány esztendőre, a sok milliárd dolláros befektetést úgy szintén csökkentjük. Ez a repurposing, ez komoly számítás technikai adatbázis kezelési és mesterséges intelligencia tudást igényel, és hát ez egy nagy kihívás. Ennyit a gyógyszer részéről a fogalomrendszerünknek. A mesterséges intelligencia az ma már közkeletű, hogy mi is, de ha valakit a precízebb definíció érdekel, vagy éppen bosszankodni szeretne, akkor azt javaslom, hogy a vonatkozó EU szabályozást tekintse át. Ez most egy pár hete jött ki, hát hogy mondjam, biztos sokkal jobb is fog keletkezni majd a következő években. Mi itt az előadásban három mesterséges intelligencia fajtát különböztetünk meg, ez egy terminus technicus, és kérném szépen, hogy a szakértők ne illessék nagyon erős kritikával. Elsőként a logikai alapú mesterséges intelligenciáról beszélünk, részben azért, mert a gyógyszerkutatásban mesterséges intelligencia ezzel kezdődött, és talán főképp azért, mert ennek nagyon erős magyar gyökerei vannak, és ma is nagyon jelentős a gyógyszerkutatásban, bár rejtettebben van jelen. A sokváltozós analízis és ebből leszármazott neurális hálózatok, azok ma már az élet minden területén elterjedtek, és igazából nem is tekintik őket annyira mesterséges intelligenciának. És hát végül van a ChatGPT, ami a generatív mesterséges intelligencia módszerek körébe tartozik.
Na, most jön az, sikerült, köszönöm. Hát kérem szépen, a kezdetek azok a 19. századra nyúlnak vissza. 19. század közepéig az sem volt nyilvánvaló, hogy egyáltalán a kémiai szerkezettel jellemzett kémiai entitás az egy releváns leírás biztosít ahhoz, hogy a gyógyszereknek a hatását vizsgáljuk. Volt egy Cran Brown nevű edinburghi elméleti kémikus a 19. század közepén, ő vetette föl először, ő merte először leírni azt, hogy a kémiai szerkezet és a biológiai hatás között biztos van valamiféle összkapcsolat. Ez a kapcsolat a következő száz esztendőben nem csak hogy rejtett, hanem igazából természettudományos eszközökkel megközelítetlen maradt. A megközelítés alapját az biztosította, hogy egy Hammett nevű fizikokémikus a 30-as években a termodinamikának egy sajátos csoportjába tartozó fizikokémiai leírásokat, a lineáris szabad energia jellemzőket, azokat használta a molekuláknak a jellemzésére, és kimutatta azt, hogy a molekulák reaktivitása és még sok tulajdonsága nagyon jól leírható ezekkel a paraméterekkel. Mérni, számítani lehetett ezeket. Egy Corvin Hans nevű amerikai kutatónak jutott eszébe néhány évtizeddel később, hogy hát ha a reaktivitás az ilyen jól leírható és előrejelezhető, hát a biológiai hatás is valamiféle reaktivitás, és erre csinált egy egyenletszerű leírás, ez volt a híres Hans egyenlet, aminek a kiszámításához regresszió számításra volt szükség. Most 1964-ben, amikor ezt publikálta, ez egy nagyon keserves és nehézkes feladat volt, mert ekerős számítógépek álltak rendelkezésre mindenhol, és amikor én személy szerint ez az egész területtel kapcsolatba kerültem, a 60-as évek vége felé, hát akkor is az volt a módszer, hogy egy 10-12 megfigyeléshez tartozó regressziós egyenletnek a kiszámolása az inkább másfél nap volt, mint egy nap, mert akkor ellenőrizni kellett ezt-azt, és nagyon lassan ment az egész. A 70-es években azonban megjelentek a számítógépek, és ez óriási változást jelentett. Volna abban az esetben, hogyha a vegyész kollégák és a farmakológus kollégák azok összelen fognak azzal kapcsolatban, hogy hát ez egy őket lényegileg helyettesítő, az emberi intuíciót meggyalázó megoldás, és ezt nem igazán kedvelték. Ezzel együtt ez a eljárás, ez áttört, és a 70-es évek elején Magyarországon is elkezdték használni egy kis csoport kémikusnak a merész kezdeményezésére. A Nárai Szabó Gábor az itt ülő kvantumkémiai paraméterek bevezetésében szorgalmazott, jeleskedett abban az időben. És akkor, amikor a számítógépek megjelentek, akkor hamarosan a matematikai statisztika regresszió számításon túlmenő, nagyobb teljesítményű algoritmusait is kezdték használni, a főkomponens és faktoranalízis az fogalmi változásokat is indukált ebbe az egész hatásszerkezetvizsgálati rendszerbe. A nonlinear mapping, ami sokdimenziós tereknek a levetítését, megjelenítését tette lehetővé, az pedig hát a többdimenziós farmakológiai hatásnak és mellékhatásoknak a vizsgálatát tette lehetővé és kötelezővé, beszivárgott a biometriába is.
Magyarországon a 70-es években alakult ki egy olyan gyárközi csoport, amelyik ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, és az nemzetközileg is figyelemre méltó eredményeket hoztak létre. Az első gyárközi adatbázis, tehát ipari jellegű adatbázis, ahol iparvállalatok fogtak össze annak érdekében, hogy a vegyületek sokaságából megismerhető tulajdonságokat felhasználják jobb gyógyszerek tervezésére. Szintén Magyarországon jött létre egy bátor minisztériumi kezdeményezés sok minisztériumi pénz hatására. Ez kiterjedt a növényvédőszer kutatásra is. A 70-es évek vége felé a számítógépes grafika fejlődése lehetővé tette, hogy a molekuláris modellezés, mint fogalom kialakuljon, az, hogy a gyógyszerhatóanyag háromdimenziós formája a szervezetben a biológiai hatás kiváltásának a végső állomásaként szereplő proteinek vagy egyéb nagy molekuláknak a ütközését és interakcióját vizualizálják. Ez ekkor kezdődött, és hát a mai nap mára az egyik legfontosabb eszközévé vált a gyógyszerkutatónak. Első mesterséges intelligencia alkalmazások a logikai programozáshoz kapcsolódtak, és hát itt most azokhoz a vegyész kollégákhoz fordulok, akik elég fiatalok ahhoz, hogy erről nem hallottak. 50 évvel ezelőtt, jövőre lesz 50 éve, hogy precíz legyek, annak, hogy egy magyar csoport összefogott, és a Prolog elnevezésű logikai programozási nyelv felhasználására esküdött össze. Ennek az egyik tagja az a gyógyszerhatás vizsgálatokban, illetve a gyógyszertervezésben próbálta ezeket felhasználni, nem is sikertelenül. Ez az egész kezdeményezés, amelyik hát nagyon sok területre terjed ki, az a magyar mesterséges intelligencia, magyarnak nevezett mesterséges intelligencia megalkotásához vezetett, és az első gyógyszerkutatási alkalmazások, amely azok nem véletlenül ezeknek a nehezen számítható, nehezen megfogható lineáris szabad energia paramétereknek a kiszámolásához, számolására kerültek alkalmazásra, ez a LOCP nevű hidrofobicitás jellemzőre vonatkozóan 1978-ban született egy olyan program, amelyik hát egy évtizeden keresztül világvezető jellegű volt. A gyógyszerkutatásnak egy nagyon nehéz aspektusa az, hogy nem csak arról van szó, hogy egy hatóanyagnak a egyféle teszten mérhető hatását fokozatosan növelni kell, egyre jobban kellene azt patkányokon be a fájdalmat csillapítani, hanem nagyon sok egyéb olyan peremfeltételnek is meg kell felelni, aminek a fogalmi megfogása, a modellezése, a vizsgálata, az egy nagyon nehézkes és meglehetősen fájdalmas kérdés. A gyógyszerek interakciója az ma sem lerendezett kérdés, mert hát ha valaki idősebb korára mondjuk 10 féle gyógyszert szed, mert akkor a páros interakció száma az 2 a 10-en, ami egy meglehetősen nagy szám, és a gyakorlatban a közveti orvos elég nehezen tudja megmondani azt, hogy várható-e valamiféle interakció, vagy nem. Erre vonatkozik, ez egy olyan probléma ugyanakkor, amelyik eléggé kombinatórikus jellegű, eléggé jó fogalomrendszerrel rendelkezik, és hát 1976-ban született egy ilyen logikai programozáson alapuló megoldás, ami nagyon sokáig használatban volt. Azért is
említem meg ezt az évszámot, mert a szegedi Neumann konferencia hangzott el egy magyar előadás erről, és hát utólag derült ki, hogy jóval megelőzte a világon a hasonló kezdeményezéseket. A metabolizmus egy kicsit ehhez hasonló probléma, hogy abból a gyógyszerből, amit beveszünk, abból mi is lesz tulajdonképpen. Rendben van, beveszünk, a hatása megszűnik egy idő után. Na de nem csak azért szűnik meg, mert eltávozik a szervezetből, hanem az is, mert lebomlik. Hát ez a lebomlás, ez a metabolizmus, ami azért nagyon fontos, mert akkor, amikor lebomlik a gyógyszer, akkor le kell valamilyen módon satszolni azt is, hogy az nem lesz toxikus az az anyag, ami lebomlik. És hát bizony az esetek nem kis részében ez egy oda vezet, hogy ezt a kérdést ezt kezelni kell. Hát ennek az előrejelzése, ami lehetővé tette azt, hogy ne kísérleti állatok ezreit kelljen feláldozni a kérdés vizsgálatához, ez 1986 körül született meg, és hát a kidolgozójának egy amerikai, magyar kidolgozójának egy amerikai professzori állást biztosított. A toxicitásra vonatkozó előrejelzések, azok pedig egy olyan szoftvert eredményeztek, amit az FDA az a mai napig is ajánl, mint egy lehetséges megoldást a metabolizmus és a toxicitás együttes előrejelzésére. A gyógyszer stabilitás az hát lényegileg azzal a kérdéssel függ össze, hogy hogyan is fog lebomlani ez az anyag, mennyi ideig lesz stabil a szervezetben, vagy akár állás közben, és hát milyen melléktermékek következnek, a matematikai és a modellbeli hasonlóság következtében ez is kezelve lesz a 80-as években. Az idő a gyorsan haladt, és a 70-es évek végére a QSAR az annyira elterjedt, hogy mindenhol használatba vették, és a 90-es évek végére pedig hát más, ennél hatékonyabb megoldások felé fordult a gyógyszerkutatásnak a figyelme. A Magyarország egy nagyon jó pozícióból indult, mert egy erőteljes ipari növekedés volt a gyógyszeripar területén. Ezt bizonyos mértékig az a politikai, népi politikai szándék is vezette, hogy hát az ország vezetése az a hadipar kifejlesztéséhez mindenképpen szükséges nehézipart támogatta, ami hát erős ellenállást váltott ki, és egyébként termelékeny, nagyon jó eredményeket hozó gyógyszeripar fejlesztését pedig elhanyagolták. Pedig akkoriban a magyar gyógyszeripar az export hányat tekintetében valahol a világon a 7. helyet foglalta el, egy olyan pozíciót foglalt el, amit hát azóta se sikerült elérni. Ez egy pozitív hozzáállást eredményezett az új módszerek alkalmazásába, mindenhol a helyi csoportok alakultak a gyógyszertervezés megvalósítására, és az ipart összefogó Magyar Gyógyszeripari Egyesülés is rendszeresen rendezett rendezvényeket. Üdvözlöm azokat, akik annak idején rendezték ezeket. A tudományos pozíciója az egész területnek az szintén erősen Magyarországhoz kötődött. 1978-ban a terület európai konferenciáját rendezték meg. A QSAR elnevezési folyóirat, ami az első folyóirat volt a területen, az Magyarországon indult, aztán átkerült Németországba, és hát az a szakegyesület, ami a szakterülettel foglalkozott, az magyar vezetés alatt Amerikában indult meg.
világ első volt az adatbázis kezelési koncepció, amit Magyarországon megvalósítottak, amikor a Bayer az 1981-ben Magyarországon járt, akkor nem hitt a személynek abba tekintetben, hogy Magyarországon egy ilyen vállalatközi adatbázis létezik, és abból milyen eredmények kérdezhetők le. Az SKI-ban akkoriban már volt egy hálózatot magában, hálózatot megvalósító nagy számítógép, és hát bár az első mesterséges intelligencia alkalmazásokat értetlenség fogadta, akkor, amikor az IPA, az USA Egészségügyi Hatóság kiírt egy pályázatot egy akkoriban eléggé megválaszolhatatlan kérdésre, a gyártásra kerülő anyagok toxicitásának előrejelzésére, akkor ezt egy magyar társaság nyerte el, és hát ez egyértelmű áttörés jelentett a mesterséges intelligencia alkalmazásában is. Az 1990-es években azonban azt lehetett látni, hogy ennek a területnek további tartalékai nincsenek. Az összes ismert statisztikai módszert már bevezették, és a gyógyszerkutatás előrehaladó digitalizáció, ja, az egy másik terület gyorsuló növekedését hozta elő. Ez a másik terület a kombinatorikus kémia volt, ami abból született meg, hogy akkor, hogyha már úgy nagyjából ismerjük azt, hogy milyen típusú vegyületekre van szükség, ezt az előző évtizedek eredményei meghozták, hát akkor érdemes azzal próbálkozni, hogy ezeket nagyobb számba állítsuk elő, és ráadásul a hatásvizsgálatnak a digitalizációja is egy lehetőségből egy valósággá vált a 90-es évek elejére. Ez a vegyületszám tesztelésére jellemző volt az, hogy a gyógyszerkutató, amit 1950-ben alakítottak Magyarországon, a 90-es évek elejéig 5000 vegyületet állított elő. Az a magyar csapat, amelyik hát egyébként eléggé élen járt a világon, az 3 év múlva, 93 környékén, egy hónap alatt megszintetizálta ezt az 5000 vegyületet. Robot, mesterséges intelligencia és számítástechnika segítségével, és hát ma már ennél lényegesen magasabb teljesítmények állnak rendelkezésre. A robotizáció eredményeként a termelékenység az 2-3 nagyságrenddel fokozódott, és hát ez világszerte elterjedt, ez a metódus. Az, hogy a korábbiaknál 1-2 nagyságrenddel nagyobb vegyületmennyiségre volt szükség, azt hozta, hogy az adatbázis kezeléseknek a problémája előtérbe került, és hát az intelligens, integrált digitalizáció biztosítása egy ma sem lezárt probléma, folyamatos fejlődést tapasztalható ezen a területen. Ugye ezek az ágas-bogas, bonyolult vegyületek, amelyek nem csak a kémiai kötések szintjén, hanem a kvantumkémiai, lineáris szabad energia, formulációs, metabolisztikus potenciál, stb. Kérdések szintjén is reprezentálva vannak. Ez egy óriási adattömeget eredményezett, és eredményez ma is, aminek a hálószerű kezeléséhez és a gyors visszakereséséhez nagyon nagy erőforrásokra van szükség. Az adatkezelésbe az automatikus regresszió számítással kezdődő periódus az hamar átcsapott a sokváltozós analízis és a deep learning segítségére, és hát nem csoda az, hogy tavaly, amikor a generatív mesterséges intelligencia az nyilvánosságot kapott, hamar megjelent az adatbázis kezelő rendszer is, amelyik a ChatGPT-hez hasonló rendszer segítségével biztosítja a hatékonyabb előrejelzést.
szó volt már arról, hogy a prológ nagyon nagy segítséget nyújtott a logikai, a gyógyszerkutatásnak a nem hatás optimalizálás vonatkozásaiban is, és hát ez akkor, amikor elterjedt a gyógyszeriparba, ez nagyjából a 90-es évekre befejeződött, akkor átcsapott a környezetvédelmi és agrokémiai iparokra is. A környezetvédelemben nagyon sok olyan probléma adódott, amely az abból, aminek az alapja az volt, hogy egyfajta anyag az kikerült a környezetbe, aztán az ott átalakult, aztán ismét átalakult, aztán valamilyen reakcióba lépett a következő környezetvédelmi anyaggal, és akkor képződött valami olyan toxikus anyag, amelyiknek a kivadászása és annak a kitalálása, hogy az hogyan került oda, szakértőknek a hónapokat igénylő munkáját jelentette. Magyarországon is volt erre egy példa, amit érdemes fölhozni. Az agrokémiai kiterjesztés mellett az űrtechnológiának alkalmazása is 2015 óta megjelent, és az első felhőjellegű alkalmazás az szintén a 10-es évekre tehető. Akkor volt egy európai uniós pályázat, ahol egy magyar rendszer közelére köré épült ki ez a bizonyos Open Mogrid rendszer, több európai ország összefogásából. Nagyon sokáig ez volt a legnagyobb adatbázis, ami elérhető volt, és hát ma is létezik valamilyen formában. Szeretném áttekinteni ennek a periódusnak a helyzetét a magyar hatóanyagtervezés vonatkozásába. És ez a szakterület gyorsabban kapott helyet az iparban, mint korábbi megközelítések. Magyarországon azonban a gyógyszeripari privatizáció az megakadályozta a nagy cégeknek az aktív részvételét abban, hogy közösségi összefogással ki lehessen használni ezeket az új lehetőségeket, és a kis biotech cégek megjelenése viszont azt eredményezte, hogy sokkal gyorsabban és fülgében ugrottak rá a új lehetőségekre, és hát akkoriban ez állami és uniós segítség az bőven rendelkezésre állt. A első kombinatórikus kémiai cég Európában, az Magyarországon alakult ki, ez valószínűleg a második vagy harmadik volt világszinten, és ez az egész gyógyszerkutatásnak az egyik motorjává vált. 2010-re jelentős szektorrá nőtte ki magát az egész megközelítés. 1996-ban elnézést, a 6-os szám az itt lemaradt. Az első európai Combichem konferencia Magyarországon jelent meg, került megrendezésre, és hát az ott összegyűlt szakértők, azok elhatározták itt Magyarországon, hogy egy folyóiratot és szakegyesületet indítanak. Ez végül is Amerikában került megvalósításra, ez kb. 2000 fővel ma is létezik, és az SBS nevű újság ma is egy vezető folyóirat a szakterületnek. A mesterséges intelligencia át és átszőtte ezt az egész szakterületet, azonban ez nem jelentette azt, hogy a mesterséges intelligencia jellegének a mélyebb megértése bekövetkezett volna, és ezt kihasználta volna az a vegyész közösség, amelyik hát nap mint nap használta ezeket a programokat. Végül is a 2000-es évek elején a kínaiak voltak azok, akik megjelentek, és úgy gondolták, hogy átveszik ennek a szakterületnek az irányítását, iszonyatos pénzeket öltek bele, és hát ez azzal járt, hogy az európai prioritás az időlegesen elveszett, az utóbbi évtizedben azonban a kínaiak visszaszorultak a területről.
2010-es évek közepére az az érdekes helyzet alakult ki, hogy ez a kombinatorikus irányzat, ez annyira nyilvánvalóvá vált, és annyira magától érthetővé vált, hogy nem is nevezték a továbbiakban kombinatorikus irányzatnak, hanem ez a napi gyógyszerkutatásnak a részévé vált, ilyen automatikus, félautomatikus szintézisnek és tesztelésnek hívták és hívják manapság is, és a gyógyszerkutatás digitalizációjának az élovasává a komplex laborautomatizálás és az áramlásos kémia vált. Áramlásos kémia az igazából egy válasz volt a kombinatorikus kémiának arra a megközelítésére, hogy ilyen nézetesen elrendezett minta anyagokat tartalmazó kis robotok, autószemplerek lepték el a laboratóriumokat mindenfelé, és hát párhuzamosan végeztek kísérletet nagyon sok területen. A párhuzamosságnak a másik lehetősége sorosan végezték ezeket a kísérleteket, ennek a másik lehetőség az volt, hogy párhuzamosan végezzék a kísérleteket. A soros megvalósítás az a csövekben történő reagáltatáshoz fűződött, mint lehetőséghez, és hát ezt az 1910-es évek óta ipari méretekben használták. Érdekes módon a laboratóriumi megvalósítása technikai okok miatt lassú volt, és a Glaxóban, ahol egy ilyen kutatócsoport működött, 70 év múlva találkoztunk azzal, hogy eléggé sikertelenek voltak a próbálkozásaik. A magyar feltalálók a Combicem eszköztárának az átültetése révén robotizáció, optimalizálás és mesterséges intelligencia segítségével egy kis dobozba helyezték el ezeket az eszközöket, és a fókuszterület szerencsés kiválasztása révén hát egy olyan kezdeményezést valósítottak meg, amelyik az egész iparágnak a kiindulása lett, hasonló készülékek tucatjai valósultak meg a világba. Ezek nem csak a reakcióban, hanem az oldható reakciók gyors megvalósításában, hanem olyan laterális tulajdonságoknak a biztosításában is segítséget nyújtottak, mint hogy nanotechnológia révén az oldhatóságot és a felszívódást javítsák a hatóanyagoknál, és hát ez egy nagyon nagy jelentőségű volt, nagyon nagy jelentőségű ma is például a növényvédőszerek dózis csökkentése esetén. Szakértői rendszerek, mély tanulási algoritmusok használata általánossá vált. Lehetővé vált az, hogy a szintézist és a tesztelést azt integrálják egy készülékben. A 10-es évektől megjelent egy olyan irányzat, hogy a szintézist, a tisztítást és az analízist egy vonalba integrálják, a nehézséget kisebb szakértői rendszerekkel oldották meg, majd önoptimalizáló rendszerek épültek ki, amelyeknek hát a vegyészek körében való népszerűsítése az még várat magára. Az egyik a tesztelés, a tervezés és a szintézis ciklusának az automatizálása az végül is elvezetette olyan furcsa helyzethez, hogy a hagyományos empirikus eszközökkel rendelkező kémikusok is összeálltak, és egy sikeres olyan empirikus felállást biztosítottak a kutatásba, amelyik teljesítményben legyőzte ezeket az erősen automatizált rendszereket, és Svájcban egy nagy gyógyszergyárnál történt, ahol összehasonlító vizsgálatokat végeztek. A vezetés az erős
bevezetette a robotizációt és a mesterséges intelligencia bevezetését, mire az egész kutatógárda az felállt, ott hagyta a céget, alapítottak két további céget, amik nagyon sikeresek, és a mai napok is, mai nap már egy komoly versenytársai az előzetes a nagy svájci cégnek. A fél és teljes automatizált szintézis az végül is távolról is megvalósult, de ennek az általános elterjedése az várhat még magára. Nagyon fontos következménye volt az utóbbi éveknek, utóbbi évek fejlődésének az, hogy kialakult egy úgynevezett flotta koncepció. A nagyszámú párhuzamosan működő áramlásos reaktorok, azok egy olyan központosított elosztási vezetéssel rendelkeznek, ami mesterséges intelligencia nélkül nem működik. Megemlíteném, hogy az első tudományos közlemény az majdnem 10 esztendeje jelent meg a koncepció megvalósításáról egyetlen egy laboratóriumban, ugyanakkor meg az ipari bevezetés, hát az tavaly novemberben történt meg úgy, hogy bizonyíthatóan eredményeket hozhat. Rendkívül nagy jelentősége van ennek a lépésnek, mert annak a gyógyszergyári üzemnek, ami körülbelül ilyen teremnagyságú készülékeket foglal magába, ennek a áramlásos kémiai megfelelője körülbelül ennek az asztalnak a nagyságát igényli, és hát ez lényegesen olcsóbb és számos egyéb előnnyel jár. Az áramlásos kémia felfutása az nagyon gyors volt, mert eleve ipari gyökerekből lépett ki. Magyarországon egy biotechnológiai cégből indult ki, amelyik állami és uniós segítséget bőven kapott. Ennek következtében ez a társaság ma is a világ vezető ilyen áramlásos kémiai társasága, 78 országban exportálja az eredményeit. A jó tudomány, ez egyúttal jó tudományos pozíciót is biztosított Magyarországnak. Az első európai konferenciát itt rendezték meg, folyóiratot és szakegyesületet itt indítottak, amely hát ma már nem kötődik Magyarországhoz. Néhány záró gondolattal szeretném befejezni ezt az előadást. Egész biztos, hogy a mesterséges intelligenciának ez a nagyon gyorsan fejlődő ága, a generatív mesterséges intelligencia, az nagyon meg fogja gyorsítani a fejlődést. Lassan szívódik be a gyógyszerkutatásba, tehát nekem szinte nincs olyan ismerősöm, aki ezekről kellően tájékozott lett volna. Mi tartottunk márciusban az Európai Áramlásos Kémiai Konferencia egy előadás, hogy mi hogyan használjuk adatbázis kezelés hát meggyorsítására és intenzívébe tételére, teljesen visszhangtalan maradt, mert a kémikusok azok nem igazán érezték magukat arra kényszerítve, hogy ilyen bonyolult dolgokat megértsenek. A prolog az jövőre egy 50 esztendős lesz, és én abban reménykedem, hogy az a nagyon sok elvi lehetőség, előnyös lehetőség, ami a prolog és a generatív mesterséges intelligencia házasodásából adódik, az a gyógyszerkutatást is segíteni fogja. Módon volt személyesen részt venni egy az átkori konferencián, ahol a kvantum számítógépek bődületes és elképesztő teljesítményéről volt szó. Egy előadás az már foglalkozott gyógyszerkutatási, protein optimalizálási kérdésekkel. Kiszámíthatatlan, hogy mennyire meg fogja gyorsítani a gyógyszerkutatást. Abban reménykedem, hogy ez a mesterséges intelligenciától való félelem, amelyik azért ma még jellemző sajnos a szakterületre, nem a számítástechnikusokra, hanem a vegyészekre, az csökkenni fog.
itt van egy kép, sajnos rosszul látható, ahol egy villamos halad, és mögötte egy levágott fejű ember, egy levágott kezű, meg egy levágott lábú ember keresgéli a hiányzó testrészeit. Ez a Kakas Márton nevű vicclapnak az 1897-es számából származik, ahol a budapesti villámos vasútnak a szörnyűségeire hívták fel a figyelmet. Hát én abban reménykedem, hogy ez nem fog, nem vesz olyan hosszú időt, hogy ezzel megbarátkozzon a világ. Végül szeretnék köszönetet mondani néhány olyan nagy egyéniségnek, akik nélkül a szakma, a gyógyszerkutatási, mesterséges intelligencia és maga a számítástechnika nem jutott volna el odáig, ahol van. Kisfordi Lajos a akkori kőbányai gyógyszergyár, a Richternek a vezetője, az nagyon sok személyes segítséget nyújtott nekem is. Mészáros Zoltán az világító elme volt a területen, és egy bátor ember, akinek nagyon sok jó ötlete volt. Pallós László az ezeket a mások ötleteit felkarolta és keresztül vitte, és hát végül itt Nárai Szabó Gábor is itt ül a közöttünk, hála Istennek, aki hát kvantumkémia alkalmazásában világszinten újdonságokat hozott a szakterületen. A számítástechnika területén Szeredi Pétert említeném meg először. Mesterséges intelligenciában a prológot ő hozta Magyarországra, és azóta is tevékenykedik, sajnálom, hogy nincs itt. Dömöki Bálint, a magyar számítástechnika úttörője és nagy öregje, ha szabad itt ilyet mondani, valahol itt ül. Tiszteltem, és hát nagy szerepe volt abban, hogy ez az előadás ez végül sorra került, itt már nem hagyta azt, hogy az ötlet elaludjon. Futó Ivánt is megemlíteném, hogyha nem veszitek rossz néven, ő volt az, aki a prológ gyógyszeripari alkalmazásoknak a motorja és az atya volt nagyon sokáig. Köszönöm szépen a figyelmet!